Sziasztok, én Csordás Ági vagyok. A mai videóban ezekről a Catrice-es Matte Pro Ink nevű folyékony rúzsokról készítek nektek egy swatch videót. Hogyha kíváncsiak vagytok ezekre a folyékony rúzsokra, és hogy milyenek a swatchok, akkor mindenképpen tartsatok velem. Már régóta fel akartam nektek venni ezt a videót, de valahogy mindig csúszott az egész. Na mindegy, a lényeg az, hogy most elkészítem nektek. Nincs meg az összes szín, összesen nekem 6 színem van, ha jól számolom, nem? De mondhatni többnyire nudosabb színeket szereztem be. Ezek a rúzsok, folyékony rúzsok, tehát nagyon tartósak. Az ivás tökéletesen állja. Az evésnél nyilván a zsírosabb ételeknél ez le fog jönni, mint ahogy másmilyen folyékony rúzsoknál is így van, akkor szerintem érdemes az egészet leszedni töltőkendővel és újra kenni az egészet, mert szerintem a folyékony rúzsoknál, hogyha lejön egy kicsit a rúzs, utána már nem érdemes újra kenni, inkább érdemes leszedni az egészet. Na szóval, szerintem vágjunk is bele a swatchokba. Az első szín az én egyik személyes kedvencem, ez a legnúdosabb szín ebből a kollekcióból, ez a 010-es Trust Me árnyalat. Ez lenne a 010-es Trust Me árnyalat. Térjünk is át a következő színre, ami amúgy, hát ez egy rózsaszínes nude lenne, és ez a 020-as Confidence is a Key. Ez egy rózsaszínes nude lenne. Szerintem ez egy nagyon kellemes tavaszi szín, szóval ezt a mostani időkre tökéletesen tudom ajánlani. Szóval ez lenne a Confidence is a Key nevű árnyalat. A következő szintén ilyen rózsaszínesebb, nudosabb árnyalat, ez a 040-es Braveness Wins nevű árnyalat lenne. Kell, hogy mondjam, hogy oda vagyok ezekért az árnyalatokért. Szóval ez lenne a Braveness Wins nevű árnyalat. Következő árnyalat a második nagyon nagy kedvenc árnyalatom. Ez a 070-es I Am Unique nevű árnyalat. Na, ez az igazi piszkos rózsaszín. Egyszerűen gyönyörű az ajkakon, de majd mindjárt meglátjátok, miről is beszélek. Szóval ez lenne a 070-es I Am Unique nevű árnyalat. A következő szín az már egy sötétebb, bogyósabb szín, ez pedig a 080-as Dream Big nevű árnyalat. Ez egyébként a neten eléggé becsapós volt, mert ilyen nagyon neonosnak mutatta a képen, de közben meg nem olyan. Ez lenne a 080-as Dream Big nevű árnyalat.
igazából elérkeztünk az utolsó színhez, ami egy igazi vörös szín lenne. Ez nem más, mint a 090-es This Is My Statement nevű árnyalat. Ez lenne a 090-es This Is My Statement nevű árnyalat. Hát ez lett volna az összes árnyalat, ami a birtokomban van. Remélem, hogy tetszett nektek ez a swatcholós videó, hogyha igen, akkor mindenképpen lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra. Ha van kedvetek, írjátok meg kommentbe, hogy nektek melyik volt a kedvenc színetek, illetve hogyha már megvan valamelyik folyékony rúzs, akkor melyik szín az. Nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek ezt a videót, további szép napot nektek, sziasztok!